Ennek a CSKA-nak persze semmi köze az orosz hadsereg központi sportklubjához, már csak a hoki tudásban felelhető különbség miatt sem. Egy valami biztos azonban, hogy az oroszok talán jobban csúszkálnak, de nem büszkélkedhetnek egy úgy reppelő játékossal, mint a Candy Bears 17-ese Zanakov, azaz Gongsta Döglégy Zoli. Itt lehet, hogy a korong is repritmusra csúszik. Zanna Zoltánnak anyakönyvezték, és a hivatalos iratain most is ez a név szerepel. Persze nem igazán így ismert ő Magyarországon, mint ahogy azt is kevesen tudják a népszerű zenészről, hogy hetente kétszer megjelenik az újpesti pályán, a csizmáját korcsolyára, mikrofont hokiütőre cseréli, hisz van egy nagyon lelkes amatőr jégkorongcsapat, amelynek ő a motorja. A lobogóhajú cigoló, a kanibál ördöngős centere, Gangsta Döglégy Zoli! Az amatőr csapatokban, amivel játszik, az a CSK Cannibals. És hát ez hozzátartozik szerves része. A sarlókalapács is a szovjet image. De ezt én találtam ki év elején, és ezért nagyon örültek a többiek, de így bejött nagyon. Azt mondta az egy, a Vargyas Laci, aki a Dunafer játékosa, az azt mondta, hogy tök jó, mert a legjobb image-ünk nekünk van az amatőr ligában. Ez ilyen halál egységes, mindenki cirilbetűs feliratok, CSK Cannibals, tök jó. Múltkor volt egy ilyen sztori, hogy még tavaly akkor is orosz nevekkel játszottunk, de akkor nem cirilbetűs volt, hanem csak ilyen séma. Európai betűkkel, bocsánat, nem akartam megsérteni a cirill betűket, tehát nem tudom, római betűk vagy, mit tudom, latin. Kivek, latin betűk. Na és kérlek szépen, úgy volt felé, hogy Zanakov, Kredlikov, Kalmarenko, és jövünk ki a játékos kijáróba, és itt volt egy orosz edző, aki nem tudom, azt hiszem itt dolgozott az Újpestnél, és így néz minket, azt mondja, milyen csapat ez, hogy ennyi orosz van, hát ezt megnézem. Na, jövünk a jégre, addig mi nem derült ki, amíg a gumi jövünk, addig úgy nézünk ki, mint a jégkorongozók mi is, tudod, így normális, fel vagyunk öltözve, és így tudunk jönni, és akkor így úgy nézünk, mint a játékosok lennénk. Rámentünk a jégre, akkor már gyanús lehetett a korcsolás stílus, és nézett, oda leült, és elkezdtünk kapura lőni, és milyen oroszok ezek, és haza is ment szegény, hát ő neki ez nem való. A Dunaferre, amikor összekedtünk a kupába, mert hogy kötelező az amatőr csapatoknak is indulni a kupákba, akkor olyan komoly volt, és akkor még a Kercsó volt az edzőjük, és ő meg így halál komoly ember. Az egy nagyon komoly ember, és teljesen komolyan vette a fiát. Nem látta, hogy mi kimentünk melegíteni, hogy ez egy csapat nyomorult, érted? Viktor Hugo csapatáért nyomorultak, kint tologattuk, és azt mondta, gyerekek, ezekkel lehet próbálgatni lövéseket, felállunk, néztek, Jézus, ez egy komolyan vesz, ez borzalmas lesz. Volt egy olyan jelenet, hogy vagy az Erdősi, vagy a Tőkési viszi el a korongot a harmadba, én meg így odamentem, azt, hogy ott álltam éppen, amerre jött, és kérlek szépen, beakasztottam a botot, hogy most nagyon-nagyon fölnyomom, és akkor elessik, és legalább ennyit tudok, hogy kiállítatom magam. És kérlek szépen, mind a két lábát kihúztam, én azt hittem, hogy borzasztó erősen, iszonyatos, izmosan kihúztam a lábát, erről körülbelül ilyen mozdult, így vezette a korongot, így föl, mind a két lába fölment, visszaugrott, korcsolyázott tovább, vezette a korongot, hátra nézett, csak azt mondta, ez csúnya volt, és ment tovább, én abba hagyom a hokit, kész vége. Végül is úgy sikerült lőnöm egy gólt, hogy Ancsi Jani az egyik bulinál, egy középkezdésnél, amikor ugye 25-1 volt, akkor odaszólt nekem, na akarsz lőni egy gólt? Figyelj ide, elviszed előre a bulit, behátrál a két védőt, bevágod a felső sarokba. Micsoda? Azt sem tudom, miről van szó. Bedobta a korongot, kapirgáltam össze-vissza, Ancsi Jani úgy csinált, mintha én megszerezném a korongot, és elkezdett behátrálni. Utána kikerültem, vittem a korongot, Janika hátról húzogatott, mintha nem tudna leszerelni, majd a két védén nagyon bután behátrágatott, kapus így letérdelt a jobb alsó sarokba, és így mutatta, hogy a bal felső, és ott így bepüttyentettem, és egy gól lett, és Kercsó örjöngött. Hol van már 88 a finnek képe, mikor először kerültünk az arany közelébe? Már nem kimanány, lövi a gólokat, kapúri sebéd, már többé nagyokat. A csehek, svédek, kanadaiak, azok ilyen szimpatikusak voltak egy csomó embernek, iskolában is állandóan nekik szurgottak a srácok, az volt a divat, hogy Kanada, svéd, csehszlovák. És ott voltak ezek a finnek, ötödiknek az ízeszi kupákon, vagy negyediknek, nem mindig kanadaiak, nem mindig jöttek el. Sedőn nem drukkolt nekik senki, és rommá verte őket mindenki. De annyira ilyen szimpik voltak, hogy ezeket senki sem szereti, meg ki is kaptak mindenkit, de én kiválasztottam magamnak őket, és azóta meg már úgy behergelődtem, hogy most már ilyen teljesen lelkem mélyig finn vagyok. Pár éve állandóan járunk ki a jégkorongjávalóságra, van egy barátom, Herendi Gyuri, összevergottunk a finn szurkolókkal, ők már tudják, hogy jön a két hülye magyar, akik szurkolnak a finneknek, meg most a játékosokkal is egy párra sikerült, hát aki a legjobban barátunk lett, mondhatom így, hogy haver, az a Karalakti, aki most a Los Angeles Kingsben játszik egyébként. Időnként esetleg felhívott Karalaktit, hogy én vagyok az Zoli Magyarországról? Na most ez egy nagyon érdekes történet. Karalakti megadta nekem a telefonszámát. Elhagytad. Pontosan ezt tenni.
a Gyuri az nem is nagyon szúrt le engem, mert következő ott én megadtam neki az enyémet, hogy bármikor Magyarországon járt, mondta, magyarországi jó csajok vannak, mondom, micsoda viccelsz, szerzek neked annyit, amint csak kell, csak gyere. Mondta, akkor menni fogok valamikor. Én gondolom, most NHL-es teendője kicsit nem nagyon engedik. Smrtlani gól, dobiegli szenás. Nápor, Znovora Rechoval. Amikor Svájcban volt a világbajnokság. Akkor mi interjút is adtunk Herendi Gyuri barátommal a Finn TV-nek. A Finnország-Kanzasztály meccs előtt mi esélylatolgattunk, mint két hülye magyar, akik finn szurkolók, és mondták, hogy ez milyen érdekes, és minket a Finn TV-be lehetett látni. Finnországban is volt egy VB, ott is voltunk, onnan beszereztem rengeteg minden. Finn sapka, finn sál, anyám kínja, minden. És van egy nagyon fontos, amit is megmutató, az itt van jobb alkaról látható, ez amikor a finnek 95-ben megnyerték a világbajnokságot, akkor került föl, the World Champions, 95, hogy így angolul fejezzem be, Jármo Müllütz, hát ő akkor ő volt a kapus, és Hüve Suomi, ez hajrá Finnország, finnül,